Déva és Sátoraljaújhely több száz kilométerre fekszik egymástól, egy napra mégis közelebb kerültek egymáshoz a két településen élők. Legalábbis azok a gyerekek, akik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonának lakói. A nyíregyházi katolikus Caritas önkéntesei évek óta nyaraltatnak dévai árvákat, most egy napra Sátoraljaújhelyre is ellátogattak. A fiataloknak ez az egy hét jelenti a nyári kikapcsolódást. És hány éves korod óta élsz Déván, tudod-e? 11. Mi a Dévai házban élünk, a Szent Ferenc Alapítványon belül, és 250-en vagyunk, 250 gyermek, 25 nevelő, és hát Déva a Szent Ferenc Alapítvány központja. Böjte Csaba ferences szerzetes már 21 éve működteti Déván és most már szerte Erdélyben azokat az árvaházakat, családotthonokat, ahol elhagyott vagy szüleik nélkül maradt gyerekek élnek. Most már 5000 gyereket nevelnek az alapítvány munkatársai. A Dévai Szent Ferenc Alapítványnak már 11 éve van kapcsolata a nyíregyházi Caritasszal, akik a náluk nyaraló 30 gyereknek programokat szerveznek. Azt szeretnénk elérni, ami a legfontosabb, hogyha ide jönnek, akkor lássák azt, hogy Magyarország az én hazám, és milyen fontos az, hogy ide haza az anyaországban mekkora szeretettel fogadják őket. Főleg úgy, ha például most nemrég elmondtam a polgármesternek is, van olyan gyermek köztük, akinek a szülei románok voltak, teljesen lemondtak róla a szülők, és beadták Böjte Csabához. És amikor ezt a gyermeket most megkérdezik, hogy akkor most te román vagy magyar vagy, akkor azt a furcsa választ adta, ami szívet melengető számunkra, azt hiszem, hogy ugyan a szüleim románok, de én már szívemben magyar vagyok. Szamosvölgyi Péter polgármester a rövid látogatás alatt bemutatta a gyerekeknek a város múltját és jövőjét, és meginvitálta őket a kalandparkba. Jó érzés az, hogy Újhely is, vagy Zemplén is, mint egy célterület fölmerült a programban, és itt is vannak. Beszélhettem egy kicsit a városról, a történelméről, egyáltalán Zemplénről, a Borvidékről, hiszen 500-600 kilométerre vannak tőlünk, de mégiscsak a Nagy Magyarországnak ugyanúgy ők is, mint mi is a részei voltunk. A rövid városházi látogatást követően a dévai és nyíregyházi gyerekek a kalandparkban töltötték a napot.